Drága barátaim és családom, az örömteli ünnepi készülődés közepette írom újdonsült családunk legelső karácsonyi üdvözletét. Mint azt sokan tudjátok, fontos dolgok történtek idén. Nehéz volt eljönni Boulderből, és fájó szívvel hagytuk ott Ivi nagyi. De reméltük, hogy a napos Kaliforniában... Az első karácsonyunk. Amikor elfogadtam a testnevelő tanári állást a Délszboró suliban, Torival mindketten izgatottak voltunk, de nem hittük, hogy teljesen megváltozik az életünk. Jól van, remek srácok, kezdjük újra! Tanácsadói iroda? Ott van hátul. Szerintetek van szerelem első látásra? Én nem hittem benne. Aztán megismertem Tomot. Tanácsadóként dolgozik. Néhány éve nagy veszteség érte, és egyedül neveli két gyermekét, Lilit és Jacobot. Egyikünk sem hitte, hogy újra szerelmes lesz. De megtörtént. Tom megkérte a kezemet, és lett egy új családunk. Csak kis esküvő volt. Tori és új húga Lili koszorús lány, a kis Jacob pedig nász nagy lett. Tom apja Joe a nyugalmazott lelkész adott össze minket. Tomhoz költöztünk, aki egy háztömnyire lakik Joe-tól. A családdá válás csodás dolog, de nem könnyű. Megtanulunk tovább lépni, mert el kell engednünk a múltat. De hogy mondjunk le a gyönyörű emlékekről? Hogy közeledjünk helyesen az új szülőhöz, testvérhez? Az új családhoz nem adnak kézikönyvet, de ez az első együtt töltött karácsonyunk, és őszintén remélem, hogy az örömteli ünnep rávezet az útra. Nektek és szeretteiteknek nagyon boldog ünnepeket kívánnak teljes szívükből. Bernilék. Szia, szívem! Emlékszel, hogy ma mi ügyelünk az adománysátornál? Igen, persze. Ha segítség kell az ajándékozáshoz, szóljatok anyunak, vagy nekem. Rendben. Kinyitom. Apu, engem elvihetnél a plázába. Én kaphatok 100 dolcsit. De komolyan, utazás előtt vihez kell a snowboardomra. Igen, erről tényleg beszélnünk kell. Jó reggelt kívánok a világ legjobb unokáinak. Szia, nagyapa. Hello. Jó reggelt, apa. Mi újság? Gondoltam, megnézem a csapot, amíg suliban vagytok. Ó, köszönjük. Kéne még jegy a karácsonyi ünnepségre, viszik, mint a cukrot. Jó, rendben, meg lesz. Elképesztő, nem igaz? 15 éve én rendezem az ünnepséget, hogy szalad az idő. Tudjátok, Cindy, Tori, úgy örülök, hogy idén velünk lesztek az ünnepen. De apa, még nem tudjuk, hol töltjük az ünnepeket. Pá, nagyapa! Pá! Viszlát! Jó van. A pinket. Pink, a tiéd? Nagyszerű. Jól van, lányok. Nagyon szép napot. Szia, Lili. Szia, anyu. Pá, apa. Pá, edző. Edző? Karácsonyra már többet vártam. Tudom. Beszélek vele. Ne, majd kialakul magától. Ő még nem tartott. Még egyikünk sem. Jól van. Boulder, Colorado. Boldog ünnepeket kívánnak teljes szívükből, Bernilék. Bernilék? Mikor lett két nevük? Már majdnem egy éve volt. Nem emlékszel? Esküvő volt. Cindyt elvette Tom. Fényképet is küldtek. A gyerekek voltak a násznép. Téged is hívtak. Ah, te komédiás. Emlékeztetlek, hogy azért nem mentem, mert nem akartam zavarni. Ki akar látni egy anyóst, az egykori anyósát, az esküvőjén? Szabad? Úgy vélem természetes. Új családhoz új név. Nyugi, Ivi. Nézd, mekkorát nőtt a kis Tori. Milyen helyes. Hogy szalad az idő. Cindy boldognak tűnik, nem igaz? Igen, úgy tűnik, Ivi, és Tom gyerekei is bájosak. Cindy fiatal, szüksége van társra, és Torinak kell egy apa. És Tomot nagyszerű fiatal embernek látom. Mm.
hoztam még. Köszönjük. Parancsolj. Köszi. Elnézést. Köszönöm. Muszáj itt lent fújnia? Őt kérdezd. Nagyon gyönyörű, csak egy kicsit hangos, drágám. Gyakorlom a szólót az ünnepségre, apa. Nem lehetne a szobádban? Jó, akkor lemondom. Ez van minden évben. Mindig egy kicsit ideges az előadás előtt. Mióta Lili játszotta a kis Jézust, gyakorlatilag a színpadon látjuk felnőni. A síró kis dedből egy gyönyörű, tehetséges ifjú hölgyé vált. Apa, elég! Az tényleg hosszú idő. Kár, hogy nem láthatjuk. Várj csak, ki mondta? Ugyananyu. Tudod, hogy a nagyinál szoktuk tölteni a karácsonyt. Az régen volt. Most figyelembe kell vennünk a többiek szokásait is. Mi közösen ünnepeljük a szentestét és a karácsonyt. Nem mehetnétek a nagyihoz karácsony másnapján? Nem. Az nem lenne ugyanaz. De tényleg nem. Miért nem? Nagyi a születésemkor vette a házat. Onnan indult a karácsonyi hagyományunk. A fánk is mindig ott volt. Apu minden évben hagyta, hogy kiválasszam a fát, amit aztán ő kivágott. Anyu gyűjtötte a díszeket kiskorom óta, és főztünk forró csokit, és feldíszítettük a fánkat. Aztán kimentünk játszani a hóba, hóembert építettünk, és hógolyóztunk. Apu imádta a havat. Ezek csodás emlékek. Szenteste napján egész nap korcsolyáztunk, aztán hazamentünk, és megnéztük az ajándékot. Ajándékok már szenteste? Igen. Aztán másnap jó sokat síeltünk, majd hazamentünk, és szendvicset csináltunk. Csak ez lenne méltó apa emlékéhez. Szívem, az ünnepség ugyanolyan fontos hagyomány a testvéreidnek. Mi karácsony reggelén nyitjuk az ajándékot, közvetlenül az előadás előtt, aztán anyu főz egy nagy lakomát. Elővesszük a karácsonyi porcelánt, a szép ezüst készletet. Igen, és anyu beteszi a rén szarvasos filmet. Meg elmegyünk az esti misére. Mindig így csináltuk, akkor is, amikor beteg volt. Mindig így volt, most sem lehet másképp. Soha sem. Soha. Közelednek az ünnepek. Akkor miért nem vagyok boldogabb? Miért nem vagy, Évi? Azt hiszem, félek, hogy elfelejtenek. Cindy és Tori imádnak. Már egy új család tagjai. És nem Cindy anyja vagyok, hanem csak a volt anyósa. Meg Tori nagyja. Azt vallom, hogy a hagyomány összetartja a családot. Szerencsére jön a karácsony. Egy egész hetet együtt leszel velük. Most még többen lesznek Tom gyerekeivel. De nem hiszem, hogy Tom eljön a gyerekekkel. Nem is ismerem őket. Akkor előbb menj el Tomhoz és Cindyhez, most, hogy együtt lehess a családdal. Nem tudnék csak úgy rájuk törni. Nem ismerem Lilit és Jacobot. A karácsony mindig a családé, különösen az új családodé. Hát nem szép. Mondd csak, hiányzik a hó? Persze, nagyon. És a hideg idő, és minden más, amit karácsonykor megszoktam. De van valami új az életemben, és annyi más dolog vár még rám. Halló? Cindy? Itt Évi. Évi, szia! Mi újság? Boldog karácsony. Nos, Bernie-nek támadt egy őrült ötlete, hogy most elmehetnék hozzátok. Eljönnél? Te örülnél neki? Hát persze. Lenne két hetünk karácsonyig. Ó, ez remek. De mit szólna Tom? És Lili és Jacob, nem szeretnék zavarni az ünnepeken. Évi, karácsony van. A családnak együtt kell lennie. Csodálatos. Akkor repülök hozzátok, amint csak lehet. Mi pedig várunk. Szia! Szervusz, Cindy! Évi meglátogat. Remek. Remek. Együtt lehet egy kicsit Torival, és Lili és Jacob megismerik a nagyit. Ez a szóval.
Cindy! Évi! Úgy örülök, hogy eljöttél. No, én is, drágám. Csodásan nézel ki. Te is? Ó, köszi. Rég láttalak. Igen, túl rég. Apa? Ó, oh, hello! Bemutatom Tori nagymamáját, Évi Bert. Épp ideje. Már sokat hallottam önről, Évi. Szintúj, Joe. Örülök, hogy megismerem. Nagyi, szia! Ó, itt van a kicsikém. Hiányoztál. Ó, te is nekem. Hello, Évi. Tom, remélem nem baj, hogy így rátok török. Oh, ne butáskodj. Örülök, hogy újra látlak. Köszönöm. Nos, te lehetsz, Jacob? Nagyon örülök, néni. Én is, Jacob, és... Lili vagyok, örülök, hogy eljött. Szerintem a néni és a Mrs. Bear egy kicsit hivatalos. Mit szólna, hogyha Ivi nagyinak szólítanánk, nem bánja, Ivi? Persze, hogy nem. Ó, jaj. Nos, hogyha a két erős férfi segítene, van egy kis meglepetésem a gyerekeknek. Jól van. Te jó ég. Is van. Vigyázz, apa. Tojáslikőr? Igen, kérek. Én is. Köszönöm. Te is iszol. Uh-huh. Parancsolj. Köszönöm. Köszönöm. Szék. Nos, ez az utolsó. Hát, Tori? Igen. Van rajtuk címke. Értem. Megteszed, hogy kiosztod? Hát persze, a Mikulás szolgálatára. Ez a csomag itt a Lilié. Ó, Istenem! Ez pedig az enyém. Sose találod ki. És ez a csomag pedig Jacobé. Ó, ez jó. Tényleg nagy. Igen. Ó, ez nagyobb, mint te vagy. Nem akarjátok kinyitni? Ki is nyithatjuk? Karácsonyig még két hét van. Igen. Most? Igen. Mi karácsony napján ajándékozunk. Mi pedig mindig szent este. Szerintem ez egy előkarácsonyi ajándék. Igazat a doktorinak. Mivel az ajándékot én hoztam, nem a szüleitek és nem is a Mikulás, szerintem megszeghetitek egy kicsit a szabályt. Csak a mai nap. Így van. Jól van. Nagyon nagy csibész. Ó, te jó ég. Nézzük. Ó. Nagymama, köszönöm. Oda néz. Még soha nem volt saját snowboardom. Nagyon köszönöm. Nagyon szívesen, Jacob. Ez nagyon kedves magától. Nagy örömmel adtam. Boldogsággal tölt el, hogy együtt lehetünk karácsonykor a házamban. Minden rendben? Igen. Újabb rossz álom. Igen? Itt maradjak veled? Nem. Lekapcsoljam a lámpát. Próbálj megaludni, jó? Jól van. Segítesz el aludni, anyu? Jó reggelt a családnak! A gyűlés célja, hogy bejelentsem, mindenki kinyilvánítja az érzelmeit. Igen, és mivel a karácsony a hagyományról szól, úgy gondoltuk, megszavazunk egy újat az új családunknak. Miért? A régi az pont jó. Lili, légy kedves. Szólásszabadság van. Karácsony van, Lili. Bocsó, nagyapa, de egyetértek Lilivel. Én is. Úgy legyen a karácsony, ahogy eddig volt. Jó, de mit szólnátok néhány új ötlethez? Mondjuk írnánk levelet a külföldön harcolóknak, vagy énekelnénk az időseknek? Hozzátehetünk, de elvenni határozottan tilos. Jól van. Tehát van két családunk, két karácsonyi hagyomány és egy karácsony. Szóval,
Úgy tűnik, hogy találkoznunk kell félúton. Így van. Igen. A karácsony nem karácsony, a vacsi nélkül, ahogy anyu főzte. De nekem a karácsony nem karácsony, hogyha nincs sok hó, és nem megyünk el síelni egész nap. Ahogy apuval tettük. Igaz, Nagy? Nos, drágám. Én félek, ha nem állítjuk fel anyufáját, akkor ő szomorú lesz. Mire gondoltál, Évi? Bár a kompromisszum jó, néhány dolgot nem könnyű megváltoztatni, például egy gyönyörű emléket és a hagyományt. Attól tartok, a gyerekeknek igaza lehet. Folytasd, Nagy! Igen! Igen. Szóval szét kell válnunk. Egyébként lemondhatjátok a karácsonyt. Srácok, még ne hozzuk meg a döntést, jó? Senki sem mondta, hogy lemondjuk a karácsonyt. Anyuval meghallgattunk benneteket, és még megbeszéljük. Nem azt mondtuk, hogy szétválunk? A gyűlés berekesztve. Apa, hogyha nem válunk szét, valaki veszít. Hey, hallottad apát. Jó. Alig várom, hogy melyik család karácsonya ugrott. Szabad? Jól van. Beszélnem kell veletek. Ahogy látom, ez a karácsony sorscsapás. Ti nem ismertek. Én sem titeket, de család vagyunk, mert a szüleink összejöttek. Pontosan így érzem. Jól van. Most ne értsétek félre. Jó fejek vagytok. Csak én másképp karácsonyozom, és ti is egészen máshogy. Igen, nem akarom, hogy minden megváltozzon. Hát én sem. Úgy szeretnétek, ahogy anyukátokkal volt, és én meg úgy, ahogy apuval szoktuk. Egyébként erről szól a karácsony, nem ajándékról, emlékekről. De túl késő. Nem, még nem. Hogyha összefogunk, összehozhatjuk. Vagy nincs karácsony. Nem lesz egyáltalán. Ez csak rossz álom, kis krapek. Szóval, mit csinálunk? Búsolunk. Anyu attól aggódni kezd, és a szüleink szeretnek minket, jót akarnak nekünk. Ezt kell kihasználnunk. Kihagyhatnánk a vacsit, ne legyen kedvünk enni. Klassz! Milyen a szomorú arc? Ó, mindjárt sírni fogok. Szép volt. Klassz. Jól van, tehát nem ismerjük azt a szót, hogy kompromisszum. Kompromisszum. Egyfajta egyenség. Jacob! Jól van, álljunk körbe, gyere. Kezed rá. Semmi gond, nem vagyok tetves. Gyerünk, Lili. Háromra külön karácsonyt. Egy, két, há, külön karácsonyt. Macsit. Ez biztos működik. Igen. Működni fog. Ideje hazamennem megetetni a halakat. Évi, mit gondolt a családi gyűlésről? Őszintén? Ó, hogy miket mondok, lelkésszel beszélek. Nyugdíjassal, de szeretem az őszinteséget. Olyan kínos volt nekem. Nem vagyok tagja ennek a családnak, így arra, mit keresek én itt? Keltem a feszültséget. Nos, ha én ide tartozom, akkor ön is. Joe. Maga Tom apja. Én meg Cindy volt anyósa vagyok. És nem jönnek ki jól? De, csodásan kijövünk. Hát maga a mostoha unokám Nagyia. Ez nagyon jó. Na, persze, hogy az. Egyébként maga nélkül eddig sem jutottunk volna el. Hagyja a kedveskedést. Nagyon kérem. És kérem, ne értse félre. Maga és a családja hihetetlenül kedves hozzám. De a kapcsolatom Cindyhez csak a fiam volt. És én most emlékeztettem, hogy meghalt, és ez nem fair ezzel a családdal szemben. Kívánt már valamit karácsonykor? Már régóta nem. Jól van, én most kívánok valamit. Kívánom, hogy érezze jól magát ebben a családban. Jó hét. Azonnal jövök, uram. Köszönöm szépen. Eldöntöttétek Tommal, hogy mit csináltok karácsonykor? Igazság szerint nem. Lehetne könnyebb.
ha a srácok hajlanának az egyességre, csak egy kicsit. Azt hiszem, megértem, hogy mit éreznek. Ó, ezt magyarázd meg. Torival együtt fontos vagy nekem. Imádlak, mint a saját lányomat. És Tori, ez leírhatatlan. Ha ránézek, látom Dévet. Nézem a gyönyörű szemét. Látom a fiam szemét. Ha átölelem, Dév velünk van. Tudom. Dév imádta a havas karácsonyt. Torival úgy érezzük, ha ezt feladjuk, eltűnik az emléke. Lili és Jacob ugyanezt érezhetik az édesanyjukról. Azt hiszem, értem. Tudom, hogy karácsony után felmenni nem tűnik nagy áldozatnak. De ez is változás, ahhoz képest, ahogy volt. És ez a változás veszteségnek tűnik. Nem tudom, mit tegyek, anya. Szeretnék mindenkinek szép karácsonyt, és hogy mindenki újra boldog legyen. Menj, fejezd be a vásárlást. Meglátom, mit tehetek. Boldog karácsonyt! Boldog karácsonyt! Boldog karácsonyt! Köszönöm! Boldog karácsonyt! Boldog karácsonyt! Boldog karácsonyt! Köszönöm! Nem akar kívánni egyet? Kívánni? Miért ilyen meglepett? Karácsony van, nem igaz? És ez itt megduplázza az esélyét. Ezt nem is tudtam. Jól van. Na, így egészen más. Úgy tűnik, valami nagyon fontosat kívánt. Így van. Hinnie kell benne, hogy a kívánsága teljesülni fog. Ez egy követelmény. Feltétlenül. A karácsonyi varázs csak ahhoz megy, aki elhiszi. Boldog karácsonyt. Boldog karácsonyt. Hol vannak? Talán zárva az ajtó? Jó van. Srácok, Tori, Lili, Jacob, gyertek! Apát hívott. De itt tanultam. Hello, tartunk egy családi tanácsot. Tényleg? Egy újabbat? Mi szükség erre? Beszéljünk a karácsonyról és az érzéseinkről. Nem akarok durva lenni, de mi értelme? Úgyis azt tesztek, amit akartok. A szüleitek meghallgatnak benneteket. Mi már elmondtuk, nagyapa. Olyan karácsonyt akarok, mint anyuval volt. Tudjuk, Jacob. És készítünk egy tervet. Folyton ezt hajtogatod. De csak egy terv van, és ha nekik kedveztek, akkor én szomorú leszek. És fordítva is így van. Jó, én nem akartam ezt a családot. Ahogy mi se. Jól van, srácok, elég. Minden jól ment, amíg nem jöttetek a képbe. Az életem megváltozott. A miénk is. Jó, csináljatok, amit akartok, engem nem érdekel. Mindent mondjatok le. Idén nem is akarok karácsonyt. Meg én sem. Hogy tudjátok, holnap vágjuk ki a karácsonyfát. Ez jól ment. Fadzsit. Jól van. Oké, gyertek, menj. Ez borzalmas volt. Van, szerintem remek. Csodálatos színjáték. Csak azt remélem, hogy a drámát meghagyják az ünnepségre. Azt hiszi, hogy színleltek? Hát, annyit mondok, hogy sok színész tehetség van a családban. Jó, komolyan? Szerintem a szomorúságuk őszinte volt. Persze, őszinték voltak. Csak az akaratukat érvényesítették. Én testnevelő vagyok. Te pedig tanácsadó. Néha egyszerűbb másoknak tanácsot adni, mint maguknak. Hmm.
kikapog. Bejöhetek? Persze. Mi a bajod? Az anyu. Néha elfelejtem, hogy nincs itt. Kapok egy jó jegyet, és alig várom, hogy elmondjam. Sietek haza, és ő nincs itt. Tudom. Aztán, mikor éhes leszek, várom, hogy anyu mit főz vacsira. Aztán eszedbe jut. Igen, nekem is. Mindig betakart esténként. Annyira hiányzik. Hé. Semmi baj. Én nem vagyok már bébi. Hé, nézd csak rám. Te nem vagy bébi. Én is sírok. Méghozzá dupla annyi idősen. Hoztam egy barátot. Apu adta nekem. Megvigasztal, ha szomorú vagyok. Velem maradsz, amíg el nem alszom. Igen. Köszi. Jó. Hadd takarjalak be. Ó, de figyelj, emlékezz a tervre. Ne szólj anyuiknak, jó? Jó. Jól van. Ki a kocsiból? Jól van, gyerünk. Rendben. Gyere, Lili, nem segítenél? Igen, Lili, gyere, csapat szellem. Nem, fagyilkosok vagytok. Lili, gyere, karácsony van. Jaj, hogy tudsz szúrni szinte mindenhol. Jól van. Mehet? Igen. Rendben, jaj, ne. Teljesen igazad volt, ez nem vicces. Jövőre műfenyőnk lesz, rendben. De komolyan? Igen, klassz. Mit csinálsz? Ó, én csak díszeket kerestem, és ezt találtam. Még anyué volt. Karácsonykor használta. Apu kéri, hogy nézd meg a fát. Jól van. Szép új díszeket. Lili, Jacob, segítenétek? Sok a házim. Ó, igen, nekem is. Hát, mit gondolsz, fiam? Beszélek velük. Kösz, apa. Minden rendben van? Minden. Beszéltél Lilivel és Jacobban? Uh-huh. Elmondták, miért nem díszítették a fel? Mert nem akarták. Miért nem? Csak ennyit mondtak. És ez neked elég volt? Igen, tudod, néha a tapinta többet ér. Ezt nem értem. Attól függetlenül, hogy mi mennek át,
nem mindig irányíthatod őket. Néha az a legjobb, ha rájuk bízod. Szerinted ezt csinálom? Irányítom őket? Nem így van. Lili és Jacob már az én gyerekeim is, Tom. Törődöm velük. Tudom, Cindy, de... Nézd, sajnálom. Bármennyire szeretnénk, lehet, hogy nem lesz közös karácsonyunk. Hello, Ivy! Hello, Joe! Sikerült mindent bevásárolni? Ó, igen, rengetegen voltak. Segíthetek magának? Na, nem köszönöm, Ivy, megoldom. Pedig képes vagyok bevinni egy megrakott papírzacskót. Abban biztos vagyok, de majd behordom. Vigyázzon, ne húzza meg a hátát. Mi az? Mi a baj? Audrey Hepburn. Audrey Hepburn? Uh-huh. Nagyon hasonlít rá. Ezen gondolkozom, amióta először megláttam. Na hát, micsoda dicséret? A testalkata az... gyönyörű a testalkata, de... azt hiszem, ezt már sokszor hallottam. Ezt még nem. A végén elpirulok. Be kell fejeznem a díszítést. Abban elfogad segítséget? Audreytól? Rendben. Tillsboro középiskola. Jaj, már megint beragadt, ezt nem hiszem el. Te meg mit pakolsz? Gyakorlat én csináltam. Ó, látható. Ez micsoda? Ezt még csináltuk. Hiszel a Mikulásban? Talán 5 éves vagy? Hey! Befejezni! Nem kéne órán lennetek? Annyira sajnálom. Ha a lányok megint zaklatnak, szólj nekem. Úgy megugrasztom őket, hogy elmegy a kedvük tőle. Ne. Csak rosszabb lesz. Most majd még jobban rám szállnak. Szia! Van egy perced? Persze. A lányok ugratták Lilit az öltözőben. Nagyon szomorú volt. Tudod, hogy mi volt az oka? Nem. Gonoszkodtak. Én oda mentem, de... szerintem ettől csak rosszabb. Egyébként jó van. Fizikailag igen, de... De na, tudjuk, hogy mennyire gonoszak, és ennek a kezelése az élet része. Ajánlhatunk segítséget, de tudjuk, hogy nem fogadja el. Hű, nem tudtam, hogy másképp gondolkozunk a nevelésről. Nem védhetjük mindig őket. Néha hagyni kell, hogy sérüljenek. Így jönnek rá, hogy ez nem a világ vége. Ellent mondok. Ezzel nem értek egyet. Te és én, a gyerekeink. Mi tudjuk, hogy néha igenis itt a világ vége. De egy bizonyos pontig enged. Hagyni, hogy kezeljék a gondjaikat. Lassan felnőnek, mi nem lehetünk ott mindenhol. Én ott szeretnék lenni mindenhol. Ez most Lili? Igen, ő. Egészen jó. Menj, mondd meg neki. Nem. Nagyon klassz volt. Köszi, ez a szólom az ünnepre. Már akartam mondani, de... nem tudtam, mert anyuék figyeltek. Szuper vagy. Köszi. Lili, egyet nem értek. Miért hagyod, hogy ugrassanak? Tehetséges vagy, és magabiztos. És szörnyen okos. Te meg kiről beszélsz? Nem vagyok tehetséges, magabiztos, csak egy dinka. Jó céltábla. Lili, anyu mondta, mi volt a suliban. Hé! Csak összefogva tudnak bántani.
mert te annyival jobb vagy náluk. Köszi. Semmi baj. Örülök, hogy te vagy a tesóm. Én is. Matek? Doga, ettől függ a fél évi jegyem, ha nem jó, megbukhatok. Igen. Te nem tudsz segíteni a másodfokú egyenletben, vagy igen? A ismerős a másod, az kettő, igaz? Végem van. Lili, másodfokú egyenlet. Mi van vele? A testvéred Dogát ír, segíts neki. Itt van. Ez másodfokú több ismeretlenes egyenlet. Nekem végem. Ezt hogy érted? Lili biztosan segít. Már mindegy. De ennél többet nem tudok róla. Úgy tűnt, hogy igen. Sajnálom. Majd gyere be! Gyere! Hello. Ó, Istenem, végem van. De ez sokkal könnyebb, mint hiszed. Tényleg? Nézzük. Itt van. Itt. Jól van, rendben. Már megvan? Igen. Jól van. Igen. Köszönöm. Igen. Jó, rendben. Rendben van, felkészült. Igen. Egy, kettő, három. Ó, Joe, nézze. A háza... fantasztikus. Ó, köszönöm. Magának köszönhetem. Maga feldíszíti a házát? Hát, tudja, még régen, amikor Tori kislány volt, de most egyedül élek. Ez szomorúan hangzik, nem igaz? Tudom, hogy miről beszél. Hát maga nem magányos. Hiszen Tom és Cindy meg az unokák az utcában laknak. Á, igen, ez jó, de tudja, megvan a maguk élete. Igyekszem nem zavarni. Szerintem nagyon bölcs. Tanulnom kellene magától. Az elmúlt karácsonyok szellemének érzem magam. Remélem Cindy és Tom kialakít egy új karácsonyt maguknak, nélkülem. Én például nagyon élvezem, hogy itt van. És meghívhatnám egy forró csokira? Örömmel venném. Szép hölgyem. Köszönöm. Lili? Hé, Jacob, nem fekszel le? Lili már alszik. Biztos nem. De igen, most láttam. Most küldött egy üzenetet. Nem beszélhetünk. Itt egy másik is. Átvertem. Csak úgy tett. Miért? Még nem is volt lámpaoltás. Ó, nem akarta, hogy betakarja. Semmi gond, ne bántson. Nyomás gyorsan az ágyba. Jó ét. Jó ét. Nincs ehhez sötét? Nincs. Egyszerűen csak kellett még néhány perc. Mi történt? Próbáltam betakarni Lilit, és úgy tett, mint aki alszik, de... És? Ennyi nem elég. Edzőből egy leprássá lettem. Amikor a lányok ugratták a suliban, úgy éreztem, mintha a lányom lenne, és nincs különbség. Nincs különbség. És ő rám kiabált. Mert izgatott volt. Nem. Miattam. Nem vagyok az édesanyja. Olyasmit próbálunk, ami képtelenség. Összehozni két családot, ugyanez mindennapos. Tényleg? Akkor nekünk miért nem sikerül? Azt nem tudom. Hát én sem. Gondolkoztam, és... azt hiszem, hogy szét kellene válni.
A gyűlés célja, hogy bejelentsem, mindenki kinyilvánítja az érzelmeit. Anyunak van bejelentése. Szóval mondom a tervet. Tom, Joe nagyapa, Lily és Jacob részt vesznek a karácsonyi ünnepségen. Nagyi, Tori és én felmegyünk síelni. Oh, igen! Istenem, de jó! Ez az! Fantasztikus! Igen! Mégis lesz karácsony! Igen! Úgy örülök, jaj, de klassz, remélem jó karácsonyod lesz. Igen, nektek is. Igen. Hé, ezek szerint nem leszünk együtt karácsonykor. Szeretlek. Majd csak működni fog. Annyi a dolgunk, hogy nyugodtak legyünk, és kitartsunk. Energia és intenzitás. Ezzel biztos visszafordíthatjuk a veszteséget nyereségké. Brilliáns. Én jövök? Igen. A célunk, hogy egy család legyünk erőszak nélkül. Tiszteljük egymás érzéseit. Hagyjuk kibontakozni a dolgokat. Zseni vagy. Ismerek egy okos embert, aki pontosan ezt mondta. Lily! Lily, ezt nézd meg! Ó, Istenem, szuper! Köszi! Nagyon köszönöm! Szia! Szia, anya! Most főztem friss kávét. Tudod, mire gondoltam? Hm? Gondoltam, elmehetnénk délután egy karácsonyi vásárlásra. Csupán mi ketten. Hm. Ez jól hangzik, szívesen megyek. Jó. Segíts ajándékot választani Joe-nak. Segítek. Jól van, légy őszinte velem. Tetszik ez majd Joe-nak? Biztos, imádja a pingvineket. Akkor megveszem. Remek. Becsomagolná, kérem? Egy pillanat. Jól boldogulsz, tudod? Ah, köszönöm. Jól vagyok, csak nem nagyon érzem, hogy boldogulnék. Miért nem? A srácok, tudod? Cindy, nem szeretnék a terhetekre lenni. Jaj, nem, dehogy. Te olyan jó vagy, és nagyon fontos, hogy ide jöttél. Nagyon köszönöm, drágám. És Tommal hogy jöttek ki? Remekül. Ó, hála az égnek, megkönnyebbültem. Tudod, egy hete még nem akartam, hogy házas légy. Igen. Tudtam. Te tudtad? Honnan tudtad, mikor még én sem? Nos, nem jöttél el egyetlen családi eseményre sem, így nem volt nehéz kitalálnom. Ezt nagyon szégyellem. Nem kell. Asszonyom, elkészült. Köszönöm. Kérem. Szégyellem magam. Évi. Cindy, üljünk le ide egy kicsit. Jól van. Ez a rövid idő, amit eltöltöttem veled és az új családoddal, olyan megnyugtató volt.
Szégyellem elmondani, de szerettem volna, ha tovább gyászolsz, és amikor tovább léptél, és elvett Tom, számomra valahogy Davis tényleg elment. Megértem. Menjetek el Torival az ünnepségre. Elhalasztjuk a síelést a karácsony utánra. Tori nem szeretné. Ne aggódj emiatt, beszélek vele. Nem fog belemenni, Ivy. Olyan hisztit fog kivágni, hogy el kell vinnem. Azt majd meglátjuk. Makacs, mint a berek. És mit gondolsz, kitől örökölte? Cindy, én már döntöttem. Az új család az első. Hello, Joe. Mind dolgozik idekint? Hát, én csak idehoztam az áramot. Villanyszerelő is? Hát, ha nyugodtan kivárja, még hajat is vágok. Tudja, ebben a nagy karácsonyi zűrzavarban jól esik egy kis béke és nyugalom. Jól esne. Igen, bizony jól. Igen, egy jó beszélgetés egy csésze kávé mellett. Elmenne kezdetnek, nem gondolja? Nagyon jól hangzik. Ó. Voilà, mi a válasz? Menjünk. Emlékszem, milyen egyszerű volt a karácsony, amikor kislány voltam. Legalábbis sokkal egyszerűbbnek tűnt. Korán keltünk, odaszaladtunk a fához, hogy lássuk, mit hozott a Mikulás. A templomban találkoztunk a rokonokkal. Aztán mindenki hozzánk jött egy nagy karácsonyi vacsorára. Tudja, vicces, de már tinédzser voltam, amikor havat láttam. Ha fehér karácsonyt mondtak, fogalmam sem volt, hogy miről van szó. Halvány fogalmam sem, de emlékszem, hogy sokáig fennmaradtunk szenteste, éjfélkor templomba mentünk, a sötétben hallgattuk a harangzúgást. Másnap reggel ki az ágyból, ajándékbontás, majd az egész család odaült a gigantikus reggelihez. Bár nem érzem úgy, de ez mind már nagyon régen volt. Igen, de akkor is jó ragaszkodni néhány dologhoz. Változik a véleményem a változásról. Kipróbálom, hogy milyen az elengedés. Kezdve ezzel a karácsonyjal. És egész biztos ebben? Igen, nem mindig jó makacsul ragaszkodni a múlthoz. Kezdem magamban érezni a pozitív felszabadultságot. Jó van, van egy szavam. L-O-N-E-R. Lóner, ez egy szó, igaz? Igen, remek. Jó. Jól van. De nézd, itt van a hot és Lóner. Hogy számolod a pontokat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nézd, 8, én mit találtam. 9 plusz 4, az 13. Mennyi kellene nekem? Még 7. Jó. Látod? Szépen összejöttek a maguk módja. Ó, igen. Apropó, hol van Ivy? Szerintem elmentek kávézni Joe-val. Ez jó lenne így? Köszönöm. Kérem. Úgy örülök, hogy elfogadta a vacsora meghívást. Én is. Minden csodás. Eltölteni itt egy hetet, megismerni magukat. Csodálatos volt. Mielőtt idejöttem, titokban rettegtem az ünnepektől. Örülök, ha segítettünk, és... Miért rettegett? Csüngtem a múlton. Féltem a jövőtől. Hát, a jövő olyan lesz, amilyennek szeretnénk. Tudom, hogy így van. De nem akarok folyton magamra gondolni. Nem tehetem ezt a kedves új családdal. Ó, úgy véli, ezt teszi? Igen. Hogy? Hogy ide jövök azokkal a snowboardokkal, azzal a nem titkolt üzenettel, hogy... Karácsonyozzunk nálam a régi módon. Nem. Majd síelhetünk a karácsonyi ünnepség után. Szóltam Cindynek, hogy én elmondom a hírt Torinak. Az időzítés nagyon fontos, szóval ezt még tartsuk titokban, jó? Rendben van. De én nagyon örülök, hogy csatlakozik hozzánk a karácsonyi ünnepségen, úgyhogy egészségére. És boldog karácsonyt! Boldog karácsonyt, Joe. Mi az? Oh, gyere ide, szívem. Fogd ezt.
Meglepetést akarok Lilinek és Jacobnak. Jól van, Jacob. Már nézhetem? Még nem. Jól van, egy, kettő, három. Anyufája. Nagyon köszönöm, Tori. Nincs semmit. Anyu ötlete volt. Azt gondoltam, feldíszíthetnénk együtt. Hát persze. Ezek itt anyu díszei. Úgy van. Ez gyönyörű. Köszi, anyu. Köszi. Köszi, apa. Szívesen. Ó, itt vagy. Azon tűnöttünk, hova lettél. Cindy, ez gyönyörű volt. És ahogy Lily és Jacob néztek, amikor meglátták az édesanyjuk fáját. Tudom. Szép volt. Köszönöm. Mondd, még nem beszéltél Torival, ugye, hogy elhalasztjuk az utazást? Nem. Gondoltam, még mindig úgy beszél, hogy szétválunk. Olyan jól megvannak együtt a gyerekek. Majd szépen megoldja az idő. Egyre közelebb kerülnek egymáshoz. Eltölti őket az ünnepi hangulat, és ott lesznek boldogok, ahová mennek. Remélem. Sziasztok! Jól van, srácok! Lili, Jacob, gyertek! Készítünk mézes kalácsházat. Új feladat! Várjunk, várjunk, jól van, óvatosan nyissuk ki. Hozom a receptet. Ez volt a szokás, amikor gyerek voltam. Húzunk egy nevet, aztán ajándékot készítünk annak, akit kihúztunk. Oh. Ne feledjétek, készíteni kell, és nem venni. Beszélnünk kell. Ide figyelj. Rossz lenne, ha az ünnepség helyett elmennénk síelni? Nem. Én szeretnék. De nagyapa? Mit csináljunk? Azt nem tudom. Nem akarom megbántani őt, de hiányozni fog Tori és a többiek, hogyha elmennek. Nekem is. Nem kérhetjük, hogy mondják le az utat, mert az olyan önző lenne. Mondjuk le az ünnepet. Jól van. Hogy szóljunk nagyapának? Én tudom. Kérjük meg anyut. Ő nagyon okos. Biztos tudja, mit tegyünk. Talán beszél vele helyettünk. Igen. Igen. Szia, kicsim. Tanulgatsz? Ó, nem igazán. Csetelek. Szeretnél velem csetelni egy kicsit? Hát persze. Jó. Reméltem, hogy négy szem közt beszélhetünk egy kicsit. Ó, persze. Mi az?
Még hordod a medált? Hát persze. Apunak szép mosolya volt. Soha nem veszem le. A szívem felett tartom. És hoztam egy emléket neked is. Jó idő betelt, míg szétválogattam a holmiát. Ez apu első érme. Emlékszel, milyen izgalmas nap volt? Igen. És tényleg nekem adod? Hát persze. Ő is ezt szeretné, Tori. Büszke volt arra, milyen jól sielsz. Köszönöm. Te és én együtt töltöttük a karácsonyt születésed óta. Igen. Bizony, minden egyes évben. És mindig is együtt leszünk. Örökkön, örökké. Tudod, mennyire szeretlek, ugye? Akkor is, ha töltjük a karácsonyt. Akkor is, ha én az északi sarkon leszek a Mikulással, te pedig itt az új családoddal. Akkor is együtt leszünk lélekben. Ugyan, Nagyi? Mikulás? Tudod, hogy értem, okoska? Igen. Szeretlek. Én is szeretlek, kicsim. Éjjel a pásztorok őrizték anyájukat. Amikor az Úr angyala melléjük állt, és az Úr glóriája felragyog, nagyon megrémültek. Az angyal azt mondta nekik, ne féljetek, mert nagyon jó híreket hoztam. Hallottad? A pásztorok is féltek, és az Úr küldött egy angyalt, hogy ne féljenek. Anyu azt mondta, hogy rám is egy angyal vigyáz. Te hiszel ebben? Igen, hiszek. És szerintem anyukád is vigyáz fentről. Próbálok aludni. Szeretnél még beszélgetni elalvás előtt? Nem, jól vagyok. Biztosan? Igen, biztos. Jó. Akkor álmodj nagyon szépeket. Próbálok. Holnap folytatjuk a készülődést. Szia! Szia! Beszélhetnék veled? Persze. Mi újság? Én csak gondolkoztam, és talán a karácsonyi terv nem olyan jó. Nem? Hallgattál hójelentést? Ó, igen. 90 centi friss hó. De máskor is síelhetünk. A karácsony nem karácsony a család nélkül. Tudod mit? Én ugyanezt érzem. Tényleg? Inkább örülök a nagy semmittevésnek a családdal, mint hogy egyedül hódoljak a hobbimnak. Igen, én is. Nem tudom, hogy szóljak anyunak és a nagyinak. Főleg a nagyinak. Sokat jelent neki. Még apu régi érmét is nekem adta. Olyan nehéz. Tudsz beszélni róla? Az apukám. Minden, ami vagyok. Minden, amit szeretek, tőle kaptam. Az összeset. Ő fogta a kezem, amíg el nem indultam magamtól. Nem hittem, hogy apu meghalhat. Apu nem. És most olyan nehéz elengedni. Nem fogod. Nem engeded el. Ő mindig veled lesz. Ha választhatott volna családot nekünk, te lettél volna. És Joe nagyapa is. Lily meg Jacob. Köszönöm. De sokat jelent. Apu örülne, ha együtt lennénk karácsonykor. Egyszerűen nem tudom, mit mondjak anyuéknak. Hidd el, menni fog. Próbáld meg. Boldog karácsonyt! Boldog karácsonyt! Boldog karácsonyt! Boldog karácsonyt! Hé, nézd, mit vettem! Boldog karácsonyt! Boldog karácsonyt! Anyu! Mi, anyu? Ah.
mondjad! Megvettem mindenkinek az ajándékot, én már kész vagyok. Ó, ez nagyon klassz. Te hogy állsz? Vettem Ivy nagyinak karácsonyi kaktuszt. Ó, ez tetszik, gyönyörű. Köszönöm. Nem akartok még valamit? Én nem. Kösz a kérdést. Én ettem fagyit. Milyen ízű? Csokist. Nyomi. Még kérdeznénk valamit. Jó van, tessék, mi az? A karácsonyról. Mi már nem akarunk szétválni. Már nem? Ez biztos? Igen. Mi változott? Hogy veled és Torival akarunk lenni. Ez csodálatos. Köszönöm. Nem tudjuk, hogy szóljunk nagyapának. Azt reméltük, te elmondod neki. Szerintem jobb, Pati, mondjátok el. Beszéljetek vele. Ő nagyon bölcs ember, és szeret benneteket. Igen, de szeretné az ünnepséget. Félünk, hogy megbántjuk. Nem, ha tudja, mit éreztek. Menjünk. Ide? Rendítsek! Szóval, miben segíthetek? Tori sokat segített, és nagyon jó nővérünk. Igen, szerintem is jó kislány. Tori nagyon szeretne síelni, és... rossz lenne azt mondani, nem mehetsz, mert együtt szeretnénk lenni. Igen, megértem. Igen, önző lenne. Önző lenne? Szóval, ha beleegyezel, mi most kihagynánk az ünnepséget. Kihagyni az ünnepséget? Nos... egyszer mindennek vége szakad, és szerintem az ünnepségek ideje lejárt. Te vagy a legjobb nagyapa a világon. Tényleg? Mert szerintem is. Te meg mit hoztál? Azt hiszem, át kell adnod valaki másnak. Már csak néhány nap maradt karácsonyig. Tudjátok, hogy mit teszek? Elmegyek Braha lelkészhez, és átadom neki. Majd ő megoldja. Ideje, hogy átvegye a szervezést. Mit gondoltok? Ó, várjatok csak. Kicsit felborítja a menetre, Nem tudom, mit kezdek ennyi szabad idővel. Mehetünk síelni. Még soha nem volt havas karácsonyom. Milyen remek ötlet! Ez lesz a legjobb karácsonyom. Azt meghiszem. Gyertek, ti csibészek. Szeretlek, nagyapa. Én is téged. Karácsony megmentve. Tudom. Látod, mondtam, hogy minden kialakul. Mondtad, megmondtad, ünnepi varázs. Hát összehozni két családot, tudod, nem túl nehéz, sőt, egyszerű, szinte törvényszerű. Mi úgy összeillő. Kényelmes, mi? Együtt töltjük a hátralévő életünket. Szóval azt hiszem, muszáj lesz még vásárolni. Nem értem, mire célzol. Valakinek kell új sí és cipő karácsonyra. Azt mondtad, beszéltél a srácokkal. Igen. Lilivel és Jacobbal. Ők beszéltek apáddal, és aztán ő szólt Brown lelkésznek, és lemondták az ünnepséget. Úgy tűnik, hogy volt elég jelentkező a műsorra helyettük, és már el is rendeztek mindent. Szép. Mivel Tori azt mondta, beszélt Ivivel, lemondja a sítúrát, hogy elmehessünk az ünnepség. Komolyan? Igen. Na, tisztázzuk ezt a dolgot. Hé, nem láttátok a nagyit? Nem, nincs a szobájában. Nincs. Hé, nem láttad a nagyimat? Ó, nem. Nem találom sehol sem. De miért keresed? Mert összeszedtem magam, hogy elmondjam. Itt maradok veletek karácsony napján. És ez most komoly? Igen, és már beszéltem apuddal, aki segített átgondolni. Ha megtalálnám a nagyit, beszélnék vele, és biztos megérteni, ő is jönne az ünnepségre. Ez őrület. Jacobbal beszéltünk anyuddal, és ő is segített nekünk, és... lemondtuk az ünnepséget, hogy elmehessünk veled síelni. Mi? Ne már! Oh. Cindynek és Tomnak. Ivy írta. Avast. Hol van Ivy nagyi? Nem hiszem, hogy itt van. Torival megnéztük a szobáját, és üres. Csak olvast, kérlek. Jól van. Kedves Cindy és Tom,
Ajándék a gyerekeknek és nektek. Érvényes a szabály, ne nyisd ki karácsonyig. Mikor olvassátok, én már a gépen ülök hazafelé. Mi? Elment? Remélem megértitek, miért mentem el. Én mindig azt mondtam, hogy a karácsony a családé. Most nektek kell együtt lennetek. Nem a hagyomány miatt aggódni és ragaszkodni a múlthoz. Túl sok volt az űrzavar és kevés az ünnepi derű. Engem sok munka vár az irodában, és azt terveztem, ott leszek karácsonykor. Menjetek el a karácsonyi ünnepségre, és jó szórakozást! Sok szeretettel várlak majd benneteket nálam, karácsony után, ahogy jönni tudtok. Sok szeretettel ölel mindenkit, Évi. Hisz ez borzalmas. Tönkre teszi a karácsonyt. Éreznem kellett volna. Boldog karácsony! Mi az ördög, Évi? Itthon az ünnepekre. Milyen volt az utad? Bernie, csodálatos volt. Nagyon örülök, hogy megfogadtam a tanácsodat. A legjobb dolog volt velük lenni egy kicsit, igazad volt. Én mondtam. És hol van Cindy és Tori már nálad? Nem, ők ott maradtak. Mi? Egy kicsit változik a karácsonyi hagyomány. Mindannyian ide repülnek majd karácsony után. Tom, Lily, Jacob, sőt még Tom apja is, Joe. Klassz. Szóval ezek szerint egyedül tervezed a karácsonyt? Igen. Ez nem volt része a tervnek. Jobb lesz így. Ki vele? De nincs mit mondanom. Tom és Joe, Lily és Jacob igazán drágák. Annyira helyesen fogadtak. De egy kicsit mégis útban voltam. Ezt nem hiszem el. Komolyan. Ez az év, az ünnepek, érzékeny időszak annak a családnak. El kellett jönnem. De itt lesznek karácsony után. Egész biztos. Hol van Lili? A szobájában búsul. Elnézést. Gyerünk, szívem, azért enni kell. Nem, köszapa, de egyszerűen nem tudok most enni. Ki az? Az edző. Nem kellett volna. Semmi baj, szívem. Egyél. Köszi. És akarsz beszélni róla? Nem tudom, én nem tudtam vele beszélni a karácsonyról, mielőtt elment, és úgy érzem, ha tudok, talán nem ment volna el. Nem tudhatjuk, érted? Azt tette, amit helyesnek vélt. Nem üldöztük el. De ettől még nem vagyok boldogabb. Ki az? Anyu küldte fel. Mi bajod van egyébként? Nem látod, Jacob? A tervünk tönkretett minden. De nem akartunk semmi rosszat. Lehet, hogy nem akartunk, de mégiscsak megtörtént. Meg kell lenned, anyu neked főzte. Ez nem is olyan nagy dolog, hiszen ő az anyák. Az anya főz a gyerekére. Lily, azt mondtad, hogy az anyánk. Dehogy mondtam. De mondtad, hallottam. Anyának hívtad anyut. Már mindegy. Hallottam. Biztos mondtad.
De nem! Kifelé! Már mindegy. Szia, szívem! Kösz a vacsit! Nagyon szívesen. Akarsz mondani valamit? Nem tudom, hogy hívjalak. Az edző nem tűnik helyesnek. Nem fontos. De azt hittem, hogy fontos neked. Az volt. Ez igaz. De már nem annyira. Miért? Nem tudom, ez olyan, mint a kosárlabda, hogyha nagyon kosarat akarsz dobni, valószínűleg kihagyod, érted? Azt hiszem. Sajnálom, hogy gonosz voltam. Te nem voltál gonosz. Csak még nem érzem, hogy van egy másik anyám. Megértelek, Lili. Nem akarom elfelejteni. Soha. Nem is fogod. Ő mindig veled lesz. Bent a szívedben. Meglátod. Sokat törődsz velem is Jacobbal. Nagy örömmel. Jó, hogy apa felesége vagy. Nekem ez a karácsony. Köszönöm. Szóval senki sem beszél? Jacob? A karácsony tönkre ment. De miért mondod ezt? Mert Tori szomorú. Sajnálom, kisöcsi. Csak még nem karácsonyoztam a nagyi nélkül, és most miattam lesz egyedül karácsonykor. Miért kellett elmennie? Szerintem úgy érezte, hogy ő annak, hogy szétválunk. Tehát mi kergettük el, a mi hibánk? Nem, én ezt nem így értettem. Nem, az én hibám volt. Én bíztattam fel őket, hogy ne változtassunk a hagyományon. Nagyon sajnálom. Borzasztó érzés. Mi nem akartuk, hogy elmenjen. Én vagyok a nagyobb. Az én hibám. Ne hibáztasd magad, Tori. Túl kell lépned a múlton. Gondoljuk át, hogy jelent. Mit tehetnénk? Hát azt hiszem fogadnom. Elüldöztem a nagyit, és elszúrtam a karácsonyunkat. Mi szúrtuk el az első karácsonyunkat. Pont mikor már kezdtünk egy család lenni. Jól van, tudjátok mit? Most pihenjünk egy kicsit, hagyjuk ülepedni a dolgokat. Jól van. Lefekvés. Lefektetem. Te maradj. Gyere. Na, ez csodálatos. Egy család lettünk. Szerintem nem olyan nagy ügy. Ő a nővére. Viszi lefeküdni. Megmaradt a gondunk. Ivi nagyi egyedül lesz karácsonykor. Mi az? Elköltesz egy vagyont. Csodás dolgokat tervezel. Azt szeretnéd, hogy minden jó legyen. És mi a legfontosabb? A család. A karácsony értelme. Újra és újra emlékeznünk kell rá. Tudom, hogy Ivi azt hitte, hogy jót cselekszik. A gyerekeknek rosszul esett. Tori úgy érzi, ő a hibás. És Jacob és Lili nem szerepel az ünnepségen. Szóval, most hol van az ünnepi varázs? Jól van. Karácsonykor legyél velem, Toddal és a srácokkal. Köszönöm, Bernie. Ezt nem tehetem. Dehogy nem. És meg is teszed? Nem. Drágám, egyszerűen nem megyek. Ezt komolyan veheted. Rengeteget utaztam, sokat cipekedtem, és fáradt vagyok. Most mehetsz futás, szent este van. Ez nem tetszik, egy cseppet sem. Meg leszek. Boldog karácsony, te. Neked is. Milliószor csókolom Todot és a csibészeket. Valaki látni akar. Ó, ne. Én meg nem akarok senkit sem látni, kérlek. Próbáltam, de... Én nem várok senkit sem. Adj időpontot jövő évre. Hello, Ivi.
Csó. Akkor megyek, beszéljetek. Igen. Beszélnünk kell. Tessék. Köszi. Te is kérsz? Persze. Ah, hát itt vagy, anyu. Mi az? Anyunak hívtad. Anyut. Mi történt, szívem? Én csak... Szeretlek, anyu. Én is szeretlek, szívem. Nagyon. Jó, és csak éjfél van. Igen. Boldog karácsony, Tom. Boldog karácsony, Cindy. Az első karácsonyunk. Megértük, és az ünnepi varázs sem hagyott cserben. Mi a gond? Valami nincs rendben. Ne cukkolj! Csak elnyomtál egy sóhajt. Szeretném, ha Évi itt lenne. Igen, én is. Mikulás nagyon bőkező volt. Na, lássuk, az első az Toritól, Évinek. Leülsz? Köszi. Ó, te jó ég, ez csodás. Gondoltam, tetszeni fog. Ó, ez egy apafa. Igen, apafa. Jól van, a következő Jacobtól Tarinak. Biztos tetszeni fog. Angyalszárny, mert te vagy az őrző angyalom. Köszönöm, ez tetszik. Milyen cuki. Jól van. És az utolsó Lilitől Jacobnak. A fénylő csillagot, klassz, mi? Hogy éjjel ne legyen sötét. Hé, van egy ötletem. Tegyük anyu fájára. Ez remek ötlet, feltűzzük rá. Ez a tiéd. Megjött nagyapa. Ezek nagyon szép ajándékok. Szia! Én vagyok. Boldog karácsony, Jacob. Hogy vagytok? Tessék, Adó! Az enyém, az a csomag. Boldog karácsonyt mindenkinek! Szia, boldog karácsonyt! A Mikulás szórakozott volt idén, ezeket kint hagyta a füvön. Nem is igaz! Hogy? Te hoztad! Boldog karácsony! Jól van, várjatok még, behozom a többit is. Apa, sok lesz a jóból. Jól van, akkor nézzük meg. Tessék, Lili. Jól van, ez itt a tiéd. Anyu. Boldog karácsonyt mindenkinek. Ó, Istenem! Boldog karácsony, kicsi. Beszélni akartam veled, csak elmentél. Tudom, megbocsátotok nekem. Tényleg azt hittem, hogy az a legjobb mindenkinek, ha elmegyek, de miután elmentem, rájöttem, hogy... Tévedtem. De sajnos nem tudtam kitalálni, hogy hogyan jöjjek vissza. Joe nagyapa eljött, értem. Ó, nagyapa! Köszönöm. Köszönjük. Nagyon szívesen. Pont ott jártam a közelben. Évi, úgy örülök, hogy itt vagy. Én is, Cindy. Boldog karácsony. Boldog karácsony, Évi. Tom. Örülök, hogy itt van. Köszönöm, Tom. Boldog karácsony. Vettem neked karácsonyi kaktuszt. Milyen gyönyörű. Oda nézzenek. Ez nem hiszem. Ura madár. Szép munka, Tomi. Tom, kitettél magadért? Köszönjük, Téka. Jó, az illata. Gyere, öcsi. Fogjunk kezet az áldáshoz. Jól van. Jó Istenem, köszönjük ezt a csodálatos karácsonyt, amikor fiat születését ünnepelhetjük. Egy családként. Köszönjük az ételt, és kérjük, hogy áld meg nekünk. Apa, szeretnél mondani valamit? Köszönöm.
És köszönet a családunkért, minden egyes tagjáért. Köszönjük, hogy összehoztál minket, ahogy az úr családját is a fogadóba vezetted sok-sok éve. Köszönjük azt a karácsonyt is. És köszönjük ezt, az első karácsonyunkat. Ámen. Ámen. Jó van. Együnk. Éhes vagyok. Na, akkor válasszatok. Gyerünk, szedjetek. Kérsz, apa? Kinek adhatok? Éhes vagyok. A szinkront az SDI Media Hungary készítette.